Nem biztos, hogy olyan fontosnak tűnik első ránézésre ez a térkép, mint amilyen fontos valójában. Szigetközi kalandtérképet mutattak be a napokban Győrben, a programra pedig az Aktív Magyarországért felelős államtitkár is eljött. Révész Máriusz a kiadvány mellett Győrt és a térséget is méltatta. Úgy fogalmazott, a környéken élők és az ide látogatók el vannak kényeztetve, annyi és olyan minőségű kerékpárutakon tekerhetnek. Az államtitkár bejelentette, folytatják a Bécset és Budapestet összekötő bicikliút megvalósítását. A szigetközés vidéke az ugye az aktív turizmus szempontjából egy nagyon izgalmas vidék, ezért is vagyunk benne, tehát ide elsősorban nem a wellness turisták jönnek, hanem de azok jönnek, akik szeretnének egy nagyot evezni, és miután van víz újra a Mosonni és a szigetközi Duna ágokban, itt tényleg olyan vadregényes környezetben lehet evezni, olyan kalandos körülmények között, amire nagyon-nagyon kevés helyszínen van lehetőség. A másik fantasztikus adottság ennek a térségnek a kerékpárút hálózat. Itt a sziget közben is van már egy kiépített hálózat, nem olyan nagy a forgalom, több kisebb úton is lehet kerékpározni, és elkészült egyébként a Győr-Pannonhalma közötti kerékpárút, tényleg igazán látványos, tehát mikor megyünk a Pannonhalmi főapátság felé, akkor már messziről látszik, és tényleg fantasztikus látnivalókat rejt. Alakul, fejlesztjük, építjük tovább a Dunamenti kerékpárutat, aminek ugye ez egy fontos része, tehát Bécsből szeretnénk, hogyha Budapestig kerékpáruton el lehetne jutni, ahhoz természetesen keresztül kell menni ezen a térségem, tehát kerékpározás szempontjából is komoly lehetőségek vannak. Az államtitkár hozzátette, a szigetköz kiemelt turisztikai célpont, és nem csak a kerékpárosok számára. Révész Máriusz szerint azzal, hogy folyamatosan van víz a Duna mellékágaiban, a térség egy hatalmas ékszerdoboz a kirándulók számára, ennek pedig szerves része Győr városa is. Térségbeli szereplők, turisztikai szolgáltatók azok együttműködjenek. Tehát, hogy el kell fogadni azt, hogy nem nagyon van a sziget közben, vagy nagyon-nagyon kevés olyan látnivaló, hogy egy család azt mondja, hogy ezért az egy dologért én eljövök ebbe a térségbe, ezt megnéz, utána hazamegyek is. Hogyha már itt van, akkor sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy akkor nem menjen haza, hanem még a következő két nap még nézze meg ezt és ezt, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy közösen, ugyanúgy, mint az El Camino-n, ezek a turisztikai szolgáltatók, ezek közösen együtt dolgozzanak, együtt ajánlják ki a térséget. Nem vetélytársai egymásnak, hanem igazából, hogyha együtt működnek, akkor egy sokkal nagyobb tortát lehet sütni, tehát nem azt a tortát osztják többfelé, hanem egy sokkal-sokkal nagyobb tortát lehetne sütni. Révész Máriusz arról is beszélt, hogy a turizmus, azon belül többek között a kerékpáros turizmus folyamatosan fejlődik idehaza, de azt mindenkinek el kell fogadnia, hogy egy-egy attrakció ma már kevés a kirándulók számára. Komplex program csomagot kell kínálnia annak, aki nagyobb turista tömeget szeretne megszólítani és egy-egy térségbe csábítani.